Köszöntöm Önöket ennek a sajátos és példamutató kiállításnak a megnyitóján, amely
mint a meghívón olvashatták, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum és az újkígyós Ipai Arnó Népfőiskola közös rendezvénye. Tehát egy állami, fenntartású intézmény és egy civil szervezet együttes erőfeszítése eredményeként született tárlatot fogunk most megnyitni. Példamutató vállalkozás ez, hiszen a múzeumok a 19. századi hagyományaihoz nyúlik vissza. Tudjuk, hogy a városi, a megyei, de még az országos múzeumi gyűjtemények is, ezeknek a tekintélyes része, sőt túlnyomó része, másfél évszázaddal ezelőtt lelkes, felelős gondolkodású és adakozó kedvű lokálpatrióták által létrehozott múzeum egyesületekből, manapság civilnek mondott közösségekből születtek. S ha jól látom onnan a messzi Gyimesből, a hazai múzeumok sorsának nem éppen ígéretes alakulását, lehet, hogy a közgyűjteményeink túlélését napjainkban is a civil szervezetekkel való együttműködés teszi lehetővé, hogy legalábbis könnyíti meg. Épp kézláb és célszerű együttműködés eredménye tehát, a sohasem láttam szebb termőfát című tárlat, de mondhatom úgy is, hogy kiállítási kompozíció. Hiszen a jó kiállítás sohasem egyszerű válogatás, amint ezt a meghívó szerényen ígéri, hanem értő módon válogatott elemekből fölépített önálló alkotás, sajátos értékkel rendelkező művészi kompozíció. Olyan kiállítás fenyítőján vagyunk tehát itt, amely Harangozó Imre szándéka szerint azt a kort és irányzatot mutatja be, amikor, nevezetesen az 1960-70-es években a hazai népművészetben megfigyelhető volt egy utóvilágzásnak nevezhető jelenség, ahogy ő fogalmaz egyfajta közösségi önvisszaálmodás egy élhetőbb világba. Jellemző erre, főleg Erdély középső részén az együtt élő népek tárgyalkodó közösségi művészetének kölcsönös egymásra hatása, ugyanakkor sokfélesége, elkülönülése is. Megfigyelhető benne az általa visszaarhaizálódásnak, vagy kényszer szülte új arhaizmusnak nevezhető jelenség. Példaként a 20. század elejéről való szép vallási igényekkel, hol látható ez, ott vannak, szép vallási igényeket kielégítő cseh és osztrák műhelyekben készült olajlenyomatokat említhetjük. Ezeket, amikor 1920, de különösen 1945 után beszerezhetetlenekké váltak, ám az egykori monarchia népei között tovább élt irántuk az igény, régies, hanem éppen hagyományos technikával, például üvegkép formájában másolni kezdték. Nyilvánvalóan azért, mert világra eszmélésük, ma úgy mondanánk, szocializációjuk időszakában ilyeneket láttak maguk körül, ezt érezték szépnek, magukhoz illőnek. Ez azonban csak egyetlen példa a jelenséget illusztráló, s itt látható számtalan szebbnél szebb kép, tárgy és tárgykompozíció között. Talán nem tűnik hajánál fogva előrángatott párhuzamnak, ha ezt a kiállítást az oly sokat emlegetett és ritkán megértett Bartóki modell szerint építkező műalkotásnak mondom, és önöket is arra biztatom, hogy ilyen szemüvegen át nézzék meg és értsék meg. Bartó Béla egy budapesti előadásában mutatta be a parasztzene műzenébe való átültetésének módját, s a folyamat három fokozatát. Ez szerint először gondosan össze kell gyűjteni, számba kell venni, tökéletesen meg kell ismerni a folklór és népművészet tárgyi és szellemi világát. Ennek alapján másodszorban sor kerülhet egy-egy folklór jelenség alkotó jellegű, a kor igényeinek megfelelő átdolgozására. A harmadik lehetőség pedig, ahová Bartók eljutott a zenéjében, már nem reprodukció, hanem létrejött az alkotás, hanem a létrejött alkotás művészileg éppen olyan tökéletes, mint maga az évszázadok során csiszolódott hagyományos tárgy vagy jelenség. Szívem szerint a Bartóki modell második kategóriájába sorolnám ezt a kiállítást, mint műalkotást. Hiszen nem egyszerűen egymás mellé helyezi a hagyományos szakralitás tárgyait, hanem valóságban megkomponálja belőlük a népi vallásosság oszlopait, csarnokait és erővonalait. Hiszen a hagyomány és a népi vallásosság, de mondhatjuk úgy is, hogy a hagyomány és maga a vallásosság eltéphetetlenül összefonódik egymással. Meg vagyok róla győződve, hogy Szent István királyunk óta azoknak van igazuk, akik semmi esetre sem akarták és akarják a vallási, de még az egyházi életből sem kiiktatni népünk szellemi örökségét, a néphagyományt. Sőt,
Evangélikus létemben annak a Ratzinger bíborosnak adott igazat, aki még mint a Szentatya II. János Pál teológusa, dolgozó szobájában fogadta annak idején a magyar püspöki karnak a küldöttségét, és amint az kedves atyai barátom Jánki Sándor Teodósz bencés szerzetes elmondta, a következőkkel traktálta őket. A népi vallásosságot, ez idézem, megtisztítva ferde kinövéseitől meg kell őrizni, hisz választhat azokra a kérdésekre, melyek ott élnek az emberek szívében, segít az imádságban, ismeretet közvetít, vigyázza az emberi és lelki egyensúlyát. Különösen megszívlelendők itt Bálint Sándor városában a következő szavak, különleges figyelmet kell szentelni a népi jámborságnak is, melyek a különféle társulatok, zarándoklatok, búcsújárások révén széles körben élnek és gazdagítják a liturgikus esztendőt. Mert a hagyománynak különleges jelentősége van mint a vallási, mint pedig a nemzeti identitás szempontjából. Amint Kodály Zoltán nemzeti és egyházi értelemben egyaránt érvényes megfogalmazásában elhangzott, amikor egy ledöntött nemzetivé akarja magát építeni, szüksége van inkább, mint valaha a hagyomány minden rossz emeskéjére. Hiszem, hogy a hagyomány a közösség számára az, ami az élő szervezetnek a vitamin, erősíti és segíti megőrizni a nemzeti vagy vallási közösség immunrendszerét, ellenálló képességét, amire a valóban nagy szükségünk van. A kiállítás sajtóanyaga szerint ezekben a napokban itt Szegeden egy cseppnyi, vagy inkább úgy mondjuk csöppnyi, Erdély költözik a Móra Ferenc Múzeum falai közé. A szakrális hét keretein belül megnyíló kiállításon idézem, belső Erdélyben élő magyarok, szászok, románok és örmények vallással átszűrt mindennapi ismerhetik meg az érdeklődőt. De mint ahogy a vízcsöpp is felragyogtatja a szilvárvány valamennyi színárnyalatát, ebben a távlat kompozícióban is megláthatjuk az egész, moldvai csángók révén etelközzel bővült Kárpát-medence valamikori hungarusz tudatú népeinek vallási és esztétikai világképét. Végezetül hadd mondjam el összefoglalásképpen, hogy ez a kiállítás hármas tartalmat hordoz. Egyrészt láthatjuk itt a hagyományos népművelődés tárgyai, a maguk láthatók itt hagyományos népművelődés tárgyai a maguk valóságában, szépségükben, ahogy azt annak idején néhány olyan ember megformázta, vagy beszerezte, aki fontosnak tartotta, hogy a környezetét az ő képzeletbeli harmóniája, szépségideája szerint rendezze be. Aztán másodszorban láthatók itt annak az értékrendnek az üzenetét hordozó tárgyak és tárgyai együttesek, amik abból a világból való, amikor az ember kultúra teremtő ereje már nem a maga teljességében virágzott, mint a középkorban, és a később a korai századokban, hanem amikor az ember Kodolányi János szavaival szólva egyre inkább apró pénzre váltotta a bizonyos Istentől kapott talentumokat, amikor már egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az ember a természet és az Úristen valamikor harmonikus kapcsolata mindinkább eltorzult, és a szépre vágyó ember, de a szépre vágyó ember még hitt és remél, még erőltette, mint a megromló házasságban a szerelmet, a művészetet, még törekedett környezete alakítására, a formák, a színek, a valamikori funkciók újrateremtésére, újjáteremtésére. És harmadsorban látható itt egy ember, nevezetesen Harangozó Imre erőfeszítése, talán úgy is mondhatok, kétségbeesett erőfeszítése, hogy ezt az átmeneti kort megértse, és amennyit tud, megőrizzen, megmentsen belőle. Hogy minél többeknek felmutassa és átadja ezt a számára értelmet, szépséget, teljességet jelentő világot. És miközben minden napjaiban szembeszáll és szembesül az evilági lét meg nem értett érdemelt bajaival, miközben nap mint nap az emberi kicsinyesség, meg nem értés, hálátlanság és rossz akarat szellemeivel küzd, ezzel a kiállítással, ezzel a nagy szeretettel és hozzáértéssel összegyűjtött tárgyakból létrehozott kiállítás kompozícióban felmutatja a dolgok lényegét. Azt nevezetesen, hogy az embernek a termelőbe, teremtőbe és a szépségbe vetett hitét nem lehet elpusztítani, mert az Istentől való örökség. Köszönöm megtiszteltetésüket!